Szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ minden tájáról, többek között az óceánról túlról is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, a PPH és a Nyílt Akadémia közös élet, emberismeret fejlesztő képzésén. Én Szedlacsiknél Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Szedlacsi Gergő vagyok, PPH egyik vezetője. Tegelőzve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Budapesten élünk a feleségemmel. Jelenleg egy cégnél vagyok rendszergazda, illetve sok területen dolgozom a cégen belül. Ahogy szokták mondani, fél ezer mester vagyok. Feleségemmel együtt építjük a PPH-s csapatunkat. Ezért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert édesapám, Szedlacsik Miklós, gyerekkorom óta visz a rendezvényekre, és azóta támogatom a munkásságában. Plusz én is szeretném, hogy az emberek tudatosságának növelését elérni, hogy bejussanak az aranykorba. Mit adott nekem a coachképzés? Elkezdtem megérteni az emberek működését a coachképzések tanulásával, és ezáltal magamat is megismertem. Régebben egy türelmetlen, idegeskedő ember voltam, de mára már nagyon sokat változtam ezen a téren. Most én szeretnék pár gondolatot mondani magamról. Budapesten élünk a párommal, boldog házasságban élünk. Én jelenleg még irodai recepciósként dolgozom, de már a PPH tanulói csapatszervezést tartom a fő tevékenységemnek. Nekem egy kicsit más, mert én itt ismertem meg a férjemet. Én azért kezdtem el itt tanulni, még 2016-ban, mert édesanyám javasolta, hogy kezdjem el a képzést, hiszen ő már itt tanult, és azt javasolta, hogy itt mennyi mindent tehet tanulni, milyen jó dolgokat, és hogy érdemes itt tehet kezdenem a tanulmányaimat. Én meghallgattam pár ingyenes előadást, és nagyon megtetszettek, úgy döntöttem, hogy elkezdem a tanulást. Azóta is itt tanulok, minden alkalommal új információt kapok, egyre bővülőbb a tudás. Nekem azért is tetszett, mert gyakorlatias a képzés, illetve Szedlacsik Miklós nem csak azt mondja el, hogy mit kellene tenni, hanem azt, hogy hogyan valósítható ez meg. Számomra az is tetszett, hogy az életjobbító kócs szakmát elsajátíthatom. Lehetőséget láttam abban, hogy olyan dolgot csináljak, ami mások számára is hasznos. Életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a képzést, és itt tanulok azóta is. Számomra a Nyílt Akadémia képzései hatalmas változást hoztak az életemben. Sokkal, mondjuk úgy, hogy finomadtam nőként, ezért most boldog házasságban élek. Folyamatosan tanulok ezzel a kapcsolatunkban is, hogyan bánjak a férjemmel, hogyan hozzam ki legtöbbet a kapcsolatunkból. Én visszakaptam azóta önmagamat, az önmagamba vetett hitemet, és szeretném megköszönni Szedlacsik Miklósnak, hiszen az ő tanácsa képzései által sikerült ezt is létrehoznom. Mióta személyesen ismerem Szedlacsik Miklós mesterkócsot, nem volt olyan tanácsa, ami ne lett volna igaz. Számomra egy hatalmas személyiségfejlődést nyújtott a képzései által. Rendeződött az életem, és egyre harmonikusabb. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan vezető, aki a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi vezetünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen érte szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létre jövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Hát, kicsit eltávolodtunk ma Magyarországtól. Azért ilyen kicsit... Köszönöm szépen. Tehát egy kicsit szeretettel köszöntelek benneteket, egy kicsit eltávolodtunk Magyarországtól. No, akkor nézzük meg, hogy milyen a mi világunk, nézzük meg, hogy mit is csinálunk, miért kell ezt csinálnunk, hiszen egy olyan világban élünk, ahol hát én azt látom, hogy ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És nézzük meg, mit tegyünk mi azért, hogy a rossz, hát az ne uralkodjon el a Földön, és ne legyen az, hogy egy olyan világban éljünk, ahol egyáltalán nem lenne jó élni. Na nézzük akkor. Az első az, hogy mit is csinálunk. Képzéseink vannak, méghozzá coach képzéseink. A coach képzéseink, ugye a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Azáltal az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket, gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re aranykor lehessen. Mit jelent az, hogy aranykor? Az aranykor azt jelenti, hogy egy olyan társadalmi forma, ami nem... ami mondjuk liberalizmus, nem demokratizmus, nem kapitalizmus, nem kommunizmus, nem szocializmus, jó? Tehát nem egy ilyen forma. Tehát ezekben a formákban az emberek, tehát az átlag emberek, azok le vannak értékelve. A leértékelést az azt jelenti, hogy elérik az embereknél, hogy tudatlanok legyenek. Tehát azáltal, hogy szánt szándékkal elérik, hogy az emberek tudatlanok legyenek, ezáltal azokat a képességeket, amit egy ember meg tudna tenni, illetve amire képes lenne, azokat nem tudja megcsinálni, mert ugye azt hiszi magáról, hogy ő sokkal kevesebbre képes, mint amire képes, és ezáltal ugye, hogy elérik az embereknél azt, hogy az emberek ne higgyenek kellőképpen magukban, önmagukban, és természetesen ezáltal másokban sem. Így ugye az emberek az életben sokkal kevésbé produktívak, sokkal kevésbé mi ahhoz képest, mint amit képesek lennének megtenni. Így gyakorlatilag megnézzük az embereknél, mivel ezt elérik, az embereket gyakorlatilag teljesen leértékelik. Tehát egy ember sokkal, de sokkal többre lenne képes, hogyha egy normális, tehát onnantól, hogy megszületett, olyan családi körülmények között élne, ahol a szülők tudatosak, utána olyan oktatási rendszerben vennének részt, ami a képességeiket továbbfejleszti. Ha ez így működne, akkor az emberek sokkal, de sokkal többre lennének képesek, mint amire most képesek. Hiszen most egy olyan világban élünk, ahol szánt szándékkal elérik, hogy a szülőknek ne legyen tudásuk, ezért félre neveljék a gyerekeket, az iskolák ugye olyan irányítás alatt vannak, ilyen központi irányítás alatt, ahol olyan dolgokat kell tanulni, aminek az ég adta világon semmi köze az élethez.
Hát, hogyha jobban megnézzük, gondold csak végig, hogy a te ismerőseid közül, mit tudom én, hány fizikus lett, hány kémikus lett, hány matematikus lett, hány történész lett, hány, mit tudom én, nem is tudom a magyar tanulmányokat, azt minek lehetne mondani, na mindegy, szóval lett-e ilyen? Hát én nem emlékszem, hogy lett valaki ilyen. Mit tudom én, ha egy olyan van, hogy egy rokonom, hát kémikus, hát ez azt jelenti, hogy egy vegyszergyárban dolgozik alkalmazottként, kémiai kísérletekben vesz részt. Na, szóval ez a kémikus. Szóval, de egyébként a legtöbb ember abszolút nem használja azokat a dolgokat, amit ugye az iskolában tanítottak. Tehát nem tanítottak például ilyen dolgokat, hogy nézzük. Tehát ilyen dolgokat, hogy hogyan bánjunk önmagunkkal, hogyan bánjunk a párunkkal, a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, másokkal, a munkánkkal, a pénzzel, a környezetünkkel, a hatóságokkal, az Istenünkkel. Miért? Mert ezek a dolgok, hogyha ezekkel nem tudunk jól bánni, akkor problémákat okoznak. És akármilyen hihetetlen, most végig tudnék menni rajta, és végig is fogok menni rajta, de nézzük, a tízessel kezdődik. Kezdődjön most a dolog, hiszen a tízes is egyessel kezdődik. Hát ha megnézzük, az összes problémánk, ami az életben szervez, tehát ami az életben megtörténik velünk, mondjuk nem olyan problémára gondolok, mint például mondjuk egy baleset, de a balesetnél is ugye a lelkünk okozza a balesetet, és a lelkünk önmaga a testünknek nem okoz balesetet. Ami azt jelenti, hogy úgy jön létre a baleset, hogy egy felsőbb energialénytől az illető személy kap egy tanácsot, egy javaslatot, aminek a lelkünk megfelelve ennek a tanácsnak végrehajtja a balesetet. Tehát ami azt jelenti, hogy nem magától hajtja végre, hanem egy felsőbb utasításra, egy felsőbb, hát most ez az utasítás rossz kifejezés, inkább azt mondom, hogy felső javaslatra, tanácsra hajtja végre. Tehát nem magától, tehát amikor azt mondjuk, hogy lelki okból van egy betegségünk, vagy lelki okból van egy balesetünk, az sosem magától hozza létre a lélek. Hát most gondold végig, a lélek benne van egy testben. A maga a test, az gyakorlatilag a léleknek egy hordozó eszköze. Ugye a lélek, mivel eléggé tudatlan, ahhoz képest, amire képes lenne tudásra, ezáltal ugye nem kibejár a testben, hanem, illetve a testbe, hanem benne van a testben. Ezáltal ugye maga mondhatjuk azt, hogy a test az a gazda testje. Ugye, és annyi esze van, hogy nem pusztítja el, és nem okozna kárt, tehát magától nem okozna kárt a saját testének. Azért okoz mégis olyan dolgokat a test, hogy történik belőle egy betegség, vagy egy baleset, tehát a testnek azért okoz olyan problémát, mert neki van egy küldetése, amiért leszületett ide ebbe a testbe, most ebben az életben, és a felsőbb javaslatra ugye ő abba az irányba próbálja terelni a testet, amely irányba kellene neki haladni azért, hogy a lélek megkapja azt a tudást, azokat az információkat, azokat a tapasztalatokat, ami ahhoz kell,
hogy a maga a lélek fejlődése ebben az életben létrejöjjön. És ha ezt a fejlődést ugye valami gátolja, akkor megpróbálja a lélek azt a gátló tényezőt eltakarítani az útból. Ha annak szükségessége egy baleset, vagy egy betegség, akkor azon keresztül takarítja el. Tehát a léleknek egyetlen egy fontos dolga van, hogy azt a küldetést végigcsinálja, de nyilván nem úgy, hogy a testet megölje valamilyen betegséggel vagy balesettel, kizárólag akkor történik ez a idézőjelben megölés, amikor már oda jutott maga a test, hogy teljes egészében kilátástalan az a fejlődés, amit a léleknek végig kellene csinálni az élete során. Illetve van, ha valaki hosszú-hosszú életet élt már, amikor már a léleknek egyszerűen nyűg a teste, szó szerint nyűg a teste, akkor eléri, hogy a test kimúljon, tehát meghaljon. És akkor, hogy ő kiléphessen a testből, ugye ezt eléri, és visszatérjen oda, ahonnan jött, azért, hogy a következő fejlődését majd végigvigye. Tehát ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a lélek ezt megcsinálja, ahhoz az Istenével van egy online kapcsolat. Egy olyan kapcsolat, ami egy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy állandó kapcsolat, amiről az emberek nagy része nem tud, fogalma nincs, hogy van egy felsőbbrendű lénnyel a saját lelkének egy állandó kapcsolata, egy olyan kapcsolat, mintha te valakivel állandó kommunikációban lennél, szünet nélküli kommunikációban. Tehát a léleknek ez a kapcsolata a saját Istenével, az egy állandó kapcsolat. Még akkor is fönnáll ez a kapcsolat, amikor a test alszik. Na most akkor gondold végig, ilyenekről az embereknek halvány dúsztjuk sincs, tehát halvány fogalmuk sincs, de ez befolyásolja a leginkább az életünkben, életünket, ez a tizedik befolyásolja, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a lelkünknek a vállalt feladatát, amit ugye végigre kellene hajtani, ez a feladat, az az ő fejlődése, azt egyáltalán milyen szinten tudná teljesíteni, mert ugye az a probléma, hogy minden életben ezért kell újra és újra születnünk, mert az előző életünkben nem teljesítettük azt a küldetést, amit a lelkünk vállalt, annak ellenére, hogy a lelkünknek megvolt a törekvése az előző testünkben is, hogy végigcsinálja azt a vállalt küldetést. Ugye honnan tudja a vállalt küldetést, csak hogy tisztában legyünk ezzel? Nem tudja, ami azt jelenti, hogy ő leszületés előtt kapott egy tudás elvesztést, tehát mondhatjuk azt, ez olyan, mintha valakinek kimosnák az agyát, csak a lélek egy kicsit másként működik, annak nincs agya. Tehát gyakorlatilag azért szüntetik meg a léleknek, és a lélek önként ezt vállalja, hogy megszüntetik neki a tudását, hogy ne legyen tudása, ugye akkor egy dolog marad a szeretet, a tiszta szeretet, azért, hogy az előző életnek a frusztrációja az ne befolyásolja ezt az életét majd. De mielőtt ugye, vagyis amikor, tehát azelőtt, amikor megcsinálták a tudásnak a kitörlését, előtte a lélek
vállalta, hogy ebben az életben milyen feladatot fog teljesíteni, milyen fejlődési feladatot fog teljesíteni. Még egyszer mondom, fejlődési feladatot fog teljesíteni, ezt bevállalta. Majd megtörtént a tudásnak a törlése, utána a lélek lejött az általa kiválasztott családhoz, tehát még a bevállalás és a törlés között megtörtént a család kiválasztása, utána tehát megtörtént a tudásnak a törlése, utána lejött a lélek fogantatáskor, és onnantól kezdve online megmaradt a kapcsolat a lélek és a teremtő között. Mindenkinek van saját teremtője, direkt a saját lelkednek van saját teremtőd, és ez azt jelenti, hogy onnantól, amikor a lélek lejött, tehát fogantatástól, ez a kapcsolat megvan, és azt az információt, ami a léleknek éppen szükséges, azt kapja. De a lélek túl sok információval rendelkezne a születés, illetve a fogantatás pillanatában, akkor egy, ugye, mivel a lélek akkor még nem kerül be az anyai testbe, ugye ezáltal mindent érzékel. Kettő, amikor ugye megszületik a csecsemő, és az első lélegzetvétellel bekerül a lélek, akkor maga a csecsemő működés az olyan szintű korlátot idéz elő a léleknek, nem némítottam el, köszönöm szépen, olyan szintű korlátozást tehát okoz maga a test, a csecsemő test a léleknek, hogy a fentieknek nagyon fokozatosan kell a tudást adagolni, ugyanúgy, ahogy a test innen a környezetből is fokozatosan gyűjti az információt. Ennek a két dolognak szinkronba kell lennie, ami azt jelenti, hogy a lélek, amikor eljut arra a tudatossági szintre, hogy megérti, hogy neki mi a küldetése, onnantól kezdve folyamatos tanácsokat kap arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie, hogy az a fejlődés, amit bevállalt, az valamilyen szinten teljesüljön. Tehát ezért van az, hogy amikor egy emberrel történik valami esemény, mondjuk egy baleset, vagy egy betegség, abból pontosan kikövetkeztethető, egy szakember ki tudja következtetni, vagy ha az illető saját maga szakember, akkor ő saját maga ki tudja következtetni azt, hogy annak a balesetnek vagy betegségnek mi a lelki oka, illetve miért kellett annak a balesetnek vagy betegségnek megtörténnie, hogy mit nem csinál az életében az az illető, ami nem szolgálja az ő küldetését, az ő irányban haladását, amire neki kellene haladni. Tehát lényeg az, hogy ezért tudjuk mi emberek, ha értünk hozzá, hogy minden betegség vagy balesetnek milyen előzményei vannak, és az illetőnek mit kellene csinálnia. Tehát egy embernél tökéletesen meg lehet állapítania különböző meg lehet állapítania egy szakembernek különböző dolgokból, hogy mi a küldetése, és ha van egy balesete, akkor az miért történt. Oké? És miért pont ott történt, ahol történt, miért úgy történt, ahogy történt. Ha van egy betegség, akkor az a betegség miért azon a szerven történt, ahol történt, miért akkor történt, amikor történt. Szóval ezt gyönyörűen ki lehet hámozni. Ez pontosan azért,
Mert ugye minden, ami az életünkben történik, az megszervezett. Ami azt jelenti, hogy most gondoljátok végig, ha egy ember okoz neked egy problémát, akkor azt megszervezik, hogy okozza. Ha látszólag véletlenül történik egy probléma, mondjuk egy autóbaleset, sosem véletlen, megszervezik az isteneink, közösen megszervezik, nem ők intézik el, hogy az itt meg legyen szervezve, hanem itt vannak olyan szellemlények, amit angyaloknak hívnak, amely szépen itt összeszervezik a dolgokat, hogy mondjuk egy autó belesetni, azok a személyek legyenek abba az autóba, stb. Stb. Pont akkor találkozzon mondjuk az a két autó egymással, stb. És gyönyörűen megszervezik, és utána, hogy oda megy egy szakember, és simán megállapítja azt minden személynél, mondjuk akár 80 ültek az autóba, hogy kinek miért kellett ott lenni, sőt, ugye én ebben a kérdésben hát eléggé komoly szakember vagyok, bármilyen olyan balesetnél, mint akár egy busz balesetnél, ha végig kérdezném az összes utast, akinek az tehát ott ült a buszban, még akkor is, ha valaki meghalt, akkor a hozzátartozóit, pontosan ki lehet nyomozni, hogy miért kellett valakinek meghalnia, miért kellett valakinek ilyen, olyan vagy amolyan balesetet szenvednie, vagy aki túlélte, és még akár meg se sérült abba a balesetbe, annak miért nem sérült meg, nem azért, mert ő itt ült, vagy ott ült, vagy amott ült a buszban, jó, tehát nem erről van szó, hanem egyszerűen pontosan ki lehet elemezni, tudható, hogy egy embernek az életének az a történése, az miért történt, és miért úgy történt, ahogy történt. Ha valakit kivontak a forgalomból, miért kellett őt kivonni? Oké? Ha súlyosabb balesete történt, miért kellett neki súlyosabb balesetének lenni? Ha nem történt, csak könnyebb sérülés, miért csak könnyebb sérülés, stb. Stb. Tehát az életünkben semmi nem véletlen, minden ok-okozati összefüggés alapján történt, sőt, ennél több az egész, mert olyan dolgok pedig meg vannak szervezve. Tehát például mondjuk te elvágod az ujjadat, mondjuk egy késsel, amin kenyérvágás közben, csak most mondtam valamit, akkor azt a lelked okozta. És nem magától találta ki, hogy na most akkor vágjuk el a kezét a testemnek, érted? Hanem egy utasítás, illetve az az utasítás az nem utasítás, mert odafönt a szellemlényeknél nincs utasítási rendszer, ott minden megbeszélés alapján történik, és az azt jelenti, hogy ha van egy értelmesebb lény, mondjuk egy Isten, és van egy lélek, amely bennünk van, akkor nyilván az Isten a sokkal értelmesebb, még mint a bennünk lévő lélek, bár ha visszakapnánk a tudásunkat, akkor mi is abban a pillanatban Istenek lennénk, mármint a lelkünk. Na szóval, és feltétel nélkül a lelkünk elfogadja azt, hogy a gipsz Jakabnak el kell vágni az ujját, és ezért el is fogja vágni az ujját. Világos ez? Azért, mert mondjuk abból az új elvágásból ki lehetne silabizálni, hogy neki mit kellene az életében egy kicsit másként csinálni, attól függően nyilván, hogy mennyire súlyos az az új elvágás. Jó? Tehát semmi sem véletlen az életünkben, ami történik velünk. Na most gondoljátok végig erről, mit sem beszélnek, semmit sem beszélnek, de arról sem, hogy gondold végig, hogy mennyi problémát okoz az ember azzal, hogy nem tud bánni önmagával. És elsősorban kinek? Hát saját magának. Mennyi problémát okoz az ember azzal, hogy nem tud bánni a párjával? Hát gondoljuk végig, hány válás van? Érted? A válások, ne az én korosztályomat nézzük meg, ne az előzőt, a szüleim korosztályát, mert ott sokkal kevesebb válás volt.
a következő korosztály, tehát 68-tól nézzük az embereket, hogy onnantól kezdve mennyi a válás. És 68-tól, tehát 1968-tól, ha nézzük az embereket, akkor több a válás, ugye 68-tól van a következő generáció, az én generációm még, tehát a 67-ig van egy generáció, és 68-tól a következő, és a 68-tól lévő emberek többsége elvált. Elvált. Most meg már egy még rosszabb helyzet van, mert már több lassan a magányos, tehát aki meg se házasodik, mint nyilván akkor mondhatnád azt, hogy most már kevés a válás, hát azért, mert nem házasodnak. Érted? Tehát nyilván nem házasodnak, meg nem kell meg elválni, vagy nem tudnak elválni, és nem is kell elválni. Tehát, de ez még rosszabb, mert észrevettem saját tapasztalat, és azt tudom mondani, hogy szinte kivétel nélküli tapasztalat, a kivétel erősíti a szabályt, tudjuk jól, hogy azok az emberek, akik nem kötelezik el egymás felé magukat, azok sokkal könnyebben szétmennek. Azok egyszerűen összevesznek, puf, már szét is mennek. Nincs összekötés, így van. Ugye mi az, ami köti az embereket valamilyen szinten össze? Hát ugye az első a papír. Amit úgy hívják, hogy az a papír, az egy fogadalmat is okoz. Tehát nem csak egy papír, hanem ott kötnek egy esküt. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy megesküdnek. Jó, tehát ott van egy eskü. Tehát van az első, ami köti az embereket egymáshoz, az az eskü, de úgy, hogy azt írásba is foglalják. Tehát az az eskü, az nem csak szóban zajlik le, hanem alá is írják. Oké? Tehát ez az első. Utána a másik, az a közös fészeképítés, ami nem egy életre szól. Az eskü az életre szól. A közös fészek az viszonylag rövid időn belül megtörténik mostanság. Régebben lehet, hogy egy kicsit hosszabb volt. Na mindegy. De az nem egy életre szóló kapocs. A következő, az pedig a gyerek. A közös gyerek. Tehát a közös gyerek felnevelése. Az sem egy életre szóló dolog, legalábbis reméljük a többségnél, a szülőknél. Miért? Ami azt jelenti, hogy nem meghal azelőtt, mielőtt felnevelni a gyereket, érted? Tehát ugye feltételezzük azt természetes mód, hogy jóval túléli azt, hogy felnevelje a gyerekét. Ha persze, ha valaki mondjuk 60 éves korában csinál gyereket egy fiatal nőnek, hát az nem biztos, hogy meg fogja élni a felnevelését. Jó, tehát nyilván az a feltételezés, még egyszer mondom, hogy időben születik a gyerek, felnevelik a gyereket, és akkor még nem vének, amikor felnevelték őket. Így van. És tehát az azt jelenti, hogy az is befejeződik azelőtt, jócskán, mielőtt meghalnak. Tehát az sem egy életre szóló dolog, ugyanúgy, mint ahogy nem egy életre szóló dolog volt a házépítés, vagy lakásépítés, tehát a családi fészek építése. És a harmadik dolog pedig a közös vállalkozás. Na most a közös vállalkozás az lehet életre szóló. És ha jobban végig gondoljuk, az tudna lenni a legerősebb kapocs. A közös vállalkozás. Miért? Azért, mert az embernek van egy érdekes tulajdonsága. Ahhoz, hogy szeretet legyen két ember között, mert ugye most a párunkról beszélünk, párkapcsolatról beszélünk, hogy legyen szeretet két ember között, ugye ahhoz az kell, hogy egyetértsenek.
az egyetértéshez, pedig egyetértő kommunikációra van szükség. Tehát olyan kommunikációra, amiben egyetértenek. Tehát nem olyan kommunikációra, amiben nem értenek egyet. Mert ahol nem mennek semmire. Tehát maga az egyetértés pedig akkor tud létrejönni, ha minél többet kommunikálnak. Tehát minél többet, az kevés, hogy két ember, mit tudom én, mondjuk egy órát egy nap együtt van, meg egyébként együtt vannak, mert fekszenek az ágyon és alszanak. De akkor nem kommunikálnak, már lehet, hogy valaki éppen horkol, a másik meg hallgatja, és ez is egy kommunikáció, de én nem éppen erre gondoltam. Szóval arra a kommunikációra, ami egyetértő. Annyira az nem szokott egyetértő kommunikáció lenni, hogy az egyik horkol, a másik hallgatja. Jó, tehát az nem annyira egyetértő. De az egyetértő, hogyha mindig van olyan téma, amit meg kell beszélni. Oké? És ugye ez lehet ilyen a gyereknél, lehet ilyen a házépítésnél, lakásépítésnél, stb. Lehet ilyen, de az elmúlik egy idő után, mert az elkészül, azzal végeznek az emberek. Egy közös vállalkozás pedig lehet életre szóló. És olyan közös vállalkozást kell választani, amit tudnak csinálni bármikor, oké? Idősként is majd. Tehát magyarul nem gond, hogy fizikailag mondjuk az illető gyengül. Az nem probléma. Oké? Ezáltal ugye bármikor, akár életük végéig csinálhatják a közös vállalkozást. És nincs az a probléma, mint mondjuk régen, hogy már a szülők megöregedtek, és nem tudták mondjuk az állatokat már kellőképpen gondozni. Mert fizikailag nem bírták. Vagy a földjüket, a kertjüket nem tudták már művelni, mert egyszerűen nem bírták már fizikailag. Tehát ugye az egy folyamat, hogy a test az képes leépülni, de, és le is épül, csak van akinél gyorsabban, van akinél lassabban, de a szellemet, ha dolgoztatjuk, tehát az agyunkat, ha dolgoztatjuk, az nem öregszik el, az nem öregszik meg, az nem öregszik ki a munkából, a feladatokból. Akkor öregszik ki a munkából, a feladatokból, ha valaki nem használja kellőképpen. Akkor lesz az ilyen demencia, meg Parkinson, meg Alzheimer, meg mit tudom én még, mik jönnek sorba az ilyen betegségek. Jó? Vagy ilyen állapotok, inkább úgy mondanám. De ha valaki kellőképpen használja a szellemét, tehát a gondolkodását, akkor nincs öregedés. Egyébként ezt megnézték, például a Einsteinnél, ugye fölboncolták és megnézték, és gyakorlatilag az agya olyan volt, mint egy 40-valány évesnek. Szó szerint pedig valami 80-valány évesen halt meg. Jó, tehát ezért nagyon fontos, hogy az ember, ha itt a kettes pontot nézi, akkor legyen egy közös tevékenység a párjával. Én nekem egy nagyon jó helyzetem volt, mert én ezt láttam a szüleimnél. Tehát fiatal koromban, mikor? 12 éves koromtól láttam ezt. 12, igen, 13 éves koromtól láttam azt, hogy a szüleim elkezdtek vállalkozni, közös vállalkozást csinálni, és onnantól kezdve sokkal jobb lett a kapcsolatuk, sokkal többet tudtak beszélni, anyu amúgy is egy olyan nagyon beszédes ember volt, és ugye ő nagyon igényelte azt, hogy
legyen közös témájuk, volt is közös témájuk, onnantól kezdve mondom, sokkal jobb volt a kapcsolatuk, mikor a közös vállalkozásba belefogtak. Ugye egy baj volt vele, amiről az imént beszéltem, hogy ugye amikor idősebbek lettek, gyakorlatilag lett egy rendszerváltás is abban az időben. És a rendszerváltásnak köszönhető piacfelszabadulás az azt jelentette, hogy az ő vállalkozásuk területe az elkezdett zsugorodni. Tehát az a baj a fizikai dolgoknak, a fizikai közös vállalkozásoknak, hogy mit teszel akkor, hogyha az ötletedet mások is elkezdik csinálni, vagy éppen jön a kínai termék, és mint apám, édesapáméknál volt ez, jöttek a kínai termékek, és gyakorlatilag a magyar gyártás az leállt. Az gyakorlatilag leállt. És utána már avval próbálkozott apu, hogy a kínai termék, tehát a kínai kesztyűt, mert ő munkavédelmi kesztyűvel foglalkozott, illetve foglalkoztak, és a munkavédelmi kesztyűket azt megvenni, olcsóbban nagykeráron és kiskeráron továbbadni, de hát az már nem úgy működött, mint előtte, mikor a gyártást is ők intézte. Jó, és ezáltal ugye, amint abba hagyták a közös vállalkozást, körülbelül rá 3 évre apu meghalt. 3 vagy 4 évre. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy ha ők csináltak volna tovább a közös vállalkozásukat, akkor sokkal, de sokkal tovább élt volna apu, az hód biztos. No, szóval lényeg az, hogy az, hogy egy párra jó legyen a kapcsolat, és sok-sok egyetértést hozzanak létre, ahhoz kellenek olyan témák, amit az ember megbeszél rendszeresen, és amiben egyet tudnak érteni, és mi az, amiben ezt meg lehet csinálni? A közös cél érdekében. Tehát a közös cél, amit mind a két fél tudja támogatni, azt a közös célt. Tehát lényeg az, hogy ugye tudnám itt végigmondani, de mint látjátok, egy-egy téma elég sok időt vesz igénybe, ezért nem húzom az időt. De ha végignézzük ezeket a dolgokat, akkor azt látod, hogy mind-mind tud problémákat okozni az életben. Az is, hogyha a szüleiddel nem jó a kapcsolatod, az is, hogyha a gyerekeddel nem jó a kapcsolatod, az is, ha más emberekkel nem jó a kapcsolatod, az is, hogyha a munkáddal vannak problémáid, az is, hogyha nincs elég pénzed, nincs elég bevételed, és túl vagy túl sok a költséged, az is, hogy ha, mit tudom én, mondjuk a környezeteddel olyan problémák vannak. De az is probléma, hogyha esetleg mondjuk a hatóságokkal vannak problémáid. És az ember úgy működik, hogy minél szélesebb területen működik, tehát ami azt jelenti, hogy nem alkalmazott, hanem minél szélesebb terület, akkor annál jobban kell tudni bánni a hatóságokkal, mert esetleg annál több figyelmet szentelnek rád, de nem baj az, mert hogyha nincs velük problémád, akkor nincs kettőtök között konfrontáció. Jó? Tehát, ami azt jelenti, hogy nincs összetűzés. Jó? Tehát olyan dolgokkal foglalkozunk, ami egyedülálló a világban, rendszeresen, ugye nem ez az egyedülálló, hanem azok a témák, amit nyújtunk az embereknek, az egyedülálló. Tehát nem az, hogy szerdánként és vasárnaponként vannak a képzések, nem az, hogy mondjuk 18 órakor kezdődik szerdán, és mondjuk vasárnap meg 16:30-kor kezdődik, nem ez az egyedülálló. És nem az az egyedülálló, hogy nálunk úgy vannak a képzések, hogy sosincs szünet, tehát látjátok, most eljöttünk messze Magyarországtól, és itt is tart az előadás, és a vasárnap is még ugyanebben a körben lesz. Jó, tehát
Nem ez az egyedülálló. Az az egyedülálló, amilyen témákban össze vannak szedve, hogy ezekben tudásod legyen mindegyik területen, és ha megnézed, ez a terület, meg ez a terület, ez nagy mértékben a szellemiség területe. Tehát a szellemiség. Egy ember akkor tud bánni önmagával és az Istenével, ha tudja azokat a dolgokat, ami annak a függvénye, hogy az ember jól bánjon önmagával, és jól bánjon az Istenével. De ez micsoda? Tehát nem elég, hogy tudod, hogy hogy működnek a szerveid, mert azt esetleg még tanultad is, hanem, hogy maga a lelked, ami egy szellemlény, ami az Istenektől származik, oké? És ugye az azt jelenti, hogy onnan jöttünk, a többi Istentől jött ez a lélek, és csak most ilyen átmeneti időszakot itt tölt a Földön, és ez maga, ez a szellemlény, hogy működik itt bennünk, és mit tud tenni ez a szellemlény velünk, hogy tud minket segíteni, nem csak ugye ilyen jelzések útján, hanem akár azon az úton, hogy kap mondjuk információt, te meg ezt az információt, ugye, amit a lelked megkapott, egyszerűen veszed az agyaddal, és akkor nem kell létrehozni egy balesetet, vagy egy fájdalmat, hanem egyszerűen megteszed azokat a lépéseket, amit tenned kell, anélkül, hogy mondjuk problémán keresztül kellene azt a dolgot megismerned, és úgy kellene végrehajtani azt a cselekvést, amit feladatként meg kellene tenni. Jó, tehát ezek a képzések, 25 nagy témánk van, minden területre megoldást adunk, most például olyan dolgokkal foglalkozunk, tehát az összes képzés foglalkozik a szellemünkkel, és természetesen magával a testre gyakorolt hatásával is foglalkozik, és 25 nagy téma, és ez a 25 nagy téma, hát ez most már hát nem egy-két év, hanem legalább 4 év. Tehát legalább 4 év. A mostani témánk 8. hónapja folyik. Jó, és ebben a hónapban viszont befejezzük. Egy olyan téma, ami, hát amivel a személyiségünk működését teljes egészében megismerjük, és ezt úgy is hívják, hogy személyiségfejlesztő coachképzés. Jó, tehát ezeket a képzéseket ugye nagyon kedvező áron nyújtjuk, tehát nagyon kedvező áron, majd a házigazdáink elmondják, hogy milyen kedvező. Az árértékben a legeslegkedvezőbb a bolygón, egyébként maga az értéke az legalább 150 ezer forint havonta az értéke. Ennek a töredékért nyújtjuk a képzéseket, és hát egy olyan fajta, tehát mit akartam mondja egy pillanat? Ja igen, olyan fajta módon csináljuk az egészet, ahol nem csak tanulhat valaki, hanem bekerülhet egy csapatba, egy közösségbe, és ha megismeri azokat az embereket, akik ugye már benne vannak a csapatban, és akikhez ő esetleg tartozik, akkor kérhet közvetlen segítséget, hogyha mondjuk ezeken a területeken elakad, vagy jelenleg akadályai vannak, és szeretne kicsit hamarabb kikerülni ugye azokból az akadályokból. De ez nyilvánvaló,
akkor történik meg, hogyha a vezetők és a tanulók között van már valamilyen személyes ismerettség. És ezt a személyes ismerettséget ugye elsősorban a rendezvényeken való személyes megjelenéskor lehet ugye megkapni. Jó? Tehát várjuk szeretettel azokat a tanulókat. Ja igen, még azt akartam mondani, hogy Magyarországon a legnagyobb olyan közösség vagyunk, amely embereket, tehát olyan embereket fejleszt, amely kapcsolódik a szellemiséghez. Tehát a szellemiséggel kapcsolatos emberek fejlesztésében a legnagyobbak vagyunk már Magyarországon. Jó? Tehát még egyelőre nem mi vagyunk a legnagyobb képzőszervezet az országban, de majd úgyis elérjük ezt. Úgyhogy lényeg, hogy olyan dolgot nyújtunk, ami vissza tudok gurulni. Tehát olyan dolgot nyújtunk, amit meg kell tenni 2035-re, hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködjenek az emberek. Ezt meg kell tenni, mert ha nem tesszük meg, tehát a jó emberek nem mozgósítják magukat, hogy aranykor legyen, akkor ezt a bolygót lehúzzák a WC-n. Illetve a bolygón lévő emberiséget. Jó? Tehát most durván fogalmazva. Tehát ennek a bolygónak, illetve ennek az emberiségnek ilyen formában, ami most van, eddig van ideje. Jó? Egyébként 2012. december 22-éig zárult le az emberiség, de azért csináltuk, tehát azért csinálták a fentiek azt, hogy még tovább engedték az emberiséget 2035-ig, mert sok a jó ember, és akkor mi már ezzel foglalkoztunk. Jó, tehát akkor már, ugye én megkaptam már azokat az instrukciókat a fentiektől, tehát már megvolt az a látomásom, amely alapján elkezdtük az embereket erre a dologra képezni. Jó? De ugye akkor még az időpontok, ugye az még nem volt így meghatározva konkrétan. Jó? Tehát köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, a családomnak. Jó? Úgyhogy szünet után találkozunk azokkal, akik ugye jogosultak már a képzésekre. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Igen, köszönjük szépen még egyszer Szedlacsik Miklósnak, fantasztikus képzés volt. Ma is sokat tanultunk és beépítjük a tudást az életünkbe. És javaslom neked, mindenkinek, aki hallgatja az előadást és tetszett, esetleg már nézted korábban is az előadásokat, hozd meg a döntést és kezd el a képzéseket. Ahogy Szedlacsik Miklós említette az előadásban is, nagyon kedvező a tandíj. Ez havonta 30 óra képzést akar, óránként 330 forint a második hónaptól. Ez 9800 forint összesen, illetve ez eltér az első hónap, az 660 forint. Óránként az 19.700 forint. Szerintem ez nagyon csekély egy tanulásért, szóval mindenképp érdemes belevágni. Ezért javasoljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot az ajánlóddal, a vezetőddel, vagy aki szimpatikus számodra a PPH-sok közül, várunk szeretettel. A szünet után személyiségfejlesztő coachképzésünk lesz, amely ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönjük. Köszönjük szépen. Sziasztok.